Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük úgy ezt a videót, hogy bemutatom, hogy Dana mit is hozott, mikor azt mondtam neki, hogy csak a szükséges dolgokat hozza. Hoztam, mivel biciklis gatyám nem volt, de hoztam a snowboard és ennek jól pánázva. Kurás jelmezemet sose lehet tudni. Hoztam motoros kesztyűt, tréningmaszkot, gázálarcot szintén. Hoztam egy felsőt, amit Beninek szántam. Az elején a motommal, hogy szívesen, a hátján pedig saját magam vagyok. Hoztam egy mérleget, most tartál, ha esetleg. Tényleg hoztál most? Hát, hogyha nem tegelsz rendesen. Akkor hát is adnám neked. Szívesen. Várj egy egészségedre. Köszönöm. Lényeg a lényeg, mivel ez egy viszonylag lehetetlen kihívás, abból kiindulva, amilyen biciklivel megyünk, amit már láttatok, és amit te hamarosan láthatsz. Ez az. Így nekünk lesz egy segítőnk, egy kísérő autónk, Ábel fog jönni, hogy egy az, hogy külső felvételeket is tudjon csinálni, és ha esetleg valami baj lesz a biciklivel, akkor ne innen kelljen jönni megmenteni minket, hanem ott legyen a közelbe. Hogy borzasztó időnk van, figyú. Egész héten 40 fokok, annyi pont nem, de 35-öt. Azt nézd meg. Amúgy ideális, teljesen ideális a biciklizésre. Ja, ha mázink van, körhátszélünk lesz, ha nem, akkor körszembeszélünk, úgyhogy. Megnézzük. Jöjjön az ominózus pillanat. Van. Jó, ide Istenem. Ez váltós? Ajaj. Hogy tetszik? Nagyon jó. És ez nem gyári, ez utólag lesz összeegezt, vagy nem? Nem tudom, miért gondoltam, hogy valami rendes mountain bike-ot intézzel, ami váltos. Jó, szólok a szüleimnek, hogy jövő héten Szabin vagyok. Bár, tényleg azt hittem túlasztak ezzel, hogy nem fog körbeérni, de jól van papító, semmi baj. Egy nevetem úgy kéne adni neki, hogy szerencsét hozzam. Füles. Hát jó. Tudom én, az ilyen lomha izé. Hát akkor nézzük, meddig jutunk. Első megállónk az első faluba. Már másfél kilométert mentünk. De milyen másfél kilométer? Milyen másfél kilométer volt? Egyelőre minden rendben. Igen. Nem fogunk bejelentkezni nyilván minden faluba. A lényeg az, hogy elbír minket a rendszer, egész ügyesen tekerünk. Igen. Még nem esett le a lánc, bár néha szalajt. Van sportértéke, hiszen nem tudod abba hagyni a tekerést, különben ugye a kontra elkezd fékezni. Nincs váltó. Nincs váltó. Van két dudám. De van hátul is egy jelző, illetve elől is. El nem jutunk senki. Szól a reptér, mi baj lehet? Menjünk. Jól fog a fék, nem? Nézd, állok a kontrán. Balatonfüred! Amúgy ez már korrekt, már 8 km fél, nem? 7 km. Hát, igen, nem tudjuk, hogy hol tartunk, mert megint ügyesen Tihanynál lepauzoltam. De a lényeg az, hogy rossz, hogy nagyon rossz. Továbbra se jó, egy pillanat se. Mert úgy vagy a lejtőkön, vagy hát a dombokon fölfelé, nagyon kell tekerni, berobban a láb, lefelé meg életveszély. Tehát akkor nincs az, hogy így... Nincs fény. Tehát mi a kontra, az semmit nem ér, a másik az meg dísznek van. De gyere közelebb, Ábel, nézd meg ezt, hát szerinted. Ő felelős az első fékért, most kottára be van húzva, mutatom.
Én nem vagyok gyenge fiú, azt hozzáteszem. Há, Istenem. Nem mindegy, fő a biztonság. Balatonakarinál vagyunk, mondanám, hogy az út felénél, de még a negyedénél se. Továbbra is csacsiságnak tartom ezt az egészet. Ne próbáljátok ki semmiféleképp, mert inkább egy normális biciklivel menj. Ha meg körbentek a Balaton, ne ilyennek. És ne vele. Minden eszköz adott ahhoz, hogy ne bringázzunk körbe a Balaton. Így az út egy tizedénél úgy határoztuk el, hogy reggelizünk egyet így fél egykor. Úgyhogy most betöltünk, és kezd helyig nincs megállás. Rövid hagyom. Jaj. Közben rájöttünk egy apró problémára, hogy amúgy mi nem hoztunk pénzt. Úgyhogy még le kell dílelni a helyen, hogy hogyan is tudnánk kompenzálni ezt a három pizzát, meg ezt a pár pohár valamit. Ja, még jól takarít. Szóval valószínűleg be fogjuk dobni, hogy Dana jól takarít. Mert te mit csinálsz? Nincs a Valior, kocsz egy kicsit, vagy de tényleg megvágsz egy YouTube videót? Hogy veled nem vagyunk előni. Mennyi lesz? 18.500 forint. Ilyenben van ez a trükkünk, hogy mi azt beszéltük meg, hogy nem azt beszéltünk meg, nem hoztunk pénzt, de... Nem hoztatok pénzt? Nem. Körbetegünk a balcsit pénz nélkül, ez volt a quest, és eszünk-iszunk, de... Most hogy gondoljátok ezt? Figyelj, nem tudom, takarító cím, lemosogatom, vagy bármi, tehát hogyha... Húha! De tényleg kurva jól mosogatom. Várjál, megkérdezem a szakácsot, valamiben munka. Igen, 18, ezért mennyit kell? Itt leszek egy-két napig. Két hetet kéne mosogatni. Szóval figyelj, mosogatás. Jó, az esetleg. Stop. Jó. Mikor kezdődhet? Hát nem kezdem is. Tiszta legyen. Nem. Adogassad folyamatosan, hát olyan vagyok, mint egy sor valami gyárba. Mint egy gép, amit mosogatásra terveztek, nem? Nem a klasszikus mosogatógép, hanem annál egyen jó. A 9 km másfél óra alatt. 9 km másfél óra alatt? De csinálsz, hogy az anyám úr is szerint, nehogy írjak holnap. De ne elfáradt, muszáj megfogálni. Megérkeztünk Balatongyörökre, sajnos az idő az egyre szomorúbb, egyre később van, és egyre kevésbé látom realitását annak, hogy egy napon belül teljesítjük azt a távot, amit kitűztünk, de Balatongyörökön vagyunk, ami már Balatonnak a szinte vége, a legnyugati pontja majdnem, és itt lakik Benő, akivel megbeszéltük, hogy találkozunk és iszunk egy üdítőt, és őt várjuk. Micsoda véletlen, hogy pont itt jön! Nézd, tudod, hol utazott ez a barom? Nézd meg itt, ezt nézd. Itt jött átul. Én itt elaludtam, ez a dolog. Igen, és el is aludt. Itt aludtam. Nézzük, hogy ajaj, én már látok azért itt hibákat. Szerintem lesz. Szóval az a sztori, hogy tegnap este meglettünk vendéglátva Benőéknél, ami hát egész jól sikerült. Történjen bármi, kulcsát eldobom! Nem látom! Alkoholban folyton bánatom! Részegen kivisz majd az a dábel! Viszont hiba. A részünkről hiba volt. Viszont a nagy család nyilván meglátta a biciklit, és szerette is volna kipróbálni. Tehát több útra elvitték a harcost. Többen fülest. És nem úgy hozták vissza, hogy adtuk. Illetve azért rátesz az a produkciós, hogy beraktuk a kocsiba. Vagyis hát Dana, hogy berakta a kocsiba este, hogy beférjen. Hogy beférjen, ugye, és a váz elengedte, tehát hogy mi már nem tudtuk biztonságban folytatni ezt a nagyon-nagyon jó ötletet, a biciklizést. Így sajnos az utunk csak kezd helyig tartott. Nem tudtuk teljesíteni a távot. Viszont két dolog derült ki. Igen? Egyik az, hogy alapvetően ez a kerékpár, amiről beszélünk, az ominózus, nem alkalmas a Balaton körbetekerésére. Igen. Maga a kerékpár halhatatlan tulajdonképpen, tehát hogy magam úgy az, csak a lánctenyér elfáradt, és így
lerúgta a ráncot. Egyszer a kis száz a vége, a kis biciklink nem alkalmas a Balaton körbetekerésére. Biztos sokatok hitte azt, hogy igen, hát nem. Még én is ráadásul. Ilyen naívan vagy, vagy jó hiszeműen. Ha lenne mondjuk még három napunk, akkor már tudtuk volna csinálni, de... Isselás a lelkem, nézd! Kivettem a részem a bringa. Én koszos lettem, de nem tudom, hogy hogyan. Mókának jó volt, élménynek jó volt. Legközelebb rollerrel ugyanitt, ugyanekkor. Legközelebb valami nagyobb csesiságot találunk ki. Tettük ki a gyerek, menjetek el bicózni, nem ilyennel, hanem valami normálisabban, és találkozunk a következő videóban. Írjatok, hogyha van hasonló jó ötletetek, mint például ez. Sziasztok! Püssz! Nem jó lesz! Hol van a bicikli?